A marcali Hétszínvilág Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épület együttesének pavilonjának emeleti része beázik, sőt a vizesedést követően penész lepte el a tetőtérben kialakított tantermeket. A gyermekek számára ilyen körülmények között nem lehet a tanórákat megtartani, így két osztály az aulába szorul, ahol csupán egy paraván választja el őket egymástól. Egymást zavarják, hiszen nem lehet síri csendben órát tartani. A szülők a közösségi oldalakon hívták fel a figyelmet a problémára, amelyre a térség országgyűlési képviselője és a város polgármestere is reagált. Történelmi hűség és a valós tények miatt azt el kell mondani, hogy ennek az intézménynek, amikor jelentős felújítása, építése volt a 80-as években, akkor Marcali Város Tanácsa rendelkezett ezzel az intézménnyel, sőt még a 90-es évek elején is. Ezt követően került át Somogy megye közgyűléséhez. Azok a felújítások, amelyek javítása most indokolt lenne, azok ebben az időszakban történtek. Majd amikor a megyei közgyűléstől is elvették és a klikkek lettek a szakmai fenntartói az oktatási intézményeknek, akkor az épület kezelő joga visszakerült Marcali Város önkormányzatához, ez gyakorlatilag egy-két évet jelentett. Ebben az egy-két évben szembesültünk ezzel a problémával, és akkor kértünk is rá egy árajánlatot, hogy mennyiből lehetne ezt megcsinálni, erre vissza fogok még majd térni, és ezt követően pedig jött az a döntés, hogy a teljes fenntartói jog átkerült a klikkekhez, de már nem a kaposvárihoz, hanem a siófoki klikkhez. Ilyen, még egy darabig a kaposváré volt, aztán siófoké lett, és innentől a jogszabály erejénél fogva az ő kötelességük fenntartani, javítani, felújítani, minden feladatot elvégezni, mert a rendelkezési jogot a tulajdonostól ezzel elvették a törvény erejénél fogva, ami egy külön szerződésben is rögzítésre került. A város oktatási intézményeit több ütemben, mint még csak nem is ugyanaz az állam képviseletében eljáró fenntartó vett át. Ezt szokás itt Marcaliban úgy megfogalmazni, hogy elrabolta az állam az intézményeket, de elrabolta a dolgozóknak a munkabérét is, tehát az sem a város gondja most már. Szerintem ez a normális működést lehetővé teszi, és akik azokban az intézményekben dolgoznak, azoknak biztonságos, hosszú távú munkahelyük van. De azt is tudomásul kell venni, hogy ezek az épületek, amelyekben ezek az oktatási intézmények működnek, ezek előbb-utóbb tönkre mennek, sőt, inkább előbb, mint utóbb. Nyilván itt a beázás a legnagyobb probléma, legalább három olyan intézményt, hiszen a Mixáttal, a Gimivel, meg a Hétszínvirággal is ez volt, illetve van probléma. Ezek nem most mentek tönkre, ezek az épületek, és szerintem azzal nem jutunk a megoldáshoz közelebb, hogyha egymásra mutogatunk, vagy elhatárolódunk attól, hogy most nekünk ezzel kapcsolatban van dolgunk, vagy nincs. Nem árt, hogyha, ha már gyerekekről van szó, akkor a gyerekek érdekét nézzük leginkább. Tehát mi az, ami leginkább szolgálja a Hétszínvirágba járó gyerekek érdekeit, vagy éppen a gimisekét. És éppen ezért én azt gondolom, hogy az intézmény vezetésével, az intézmények vezetésével, pedagógusokkal, szülőkkel együttműködve azt a megoldást kell megtalálnunk, ami a gyerekek számára a legjobb. Ez a Hétszínvirág esetében tekintettel arra, hogy az egy több sebből is vérző épület, lehet, hogy egy olyan megoldás megfontolása, ami nem a városon belül helyezné el ezeket a gyerekeket, de nem mondanék elhamarkodottan se pró, se kontra véleményt. Én azt mondom, hogy járjuk ezt körbe, és keressük meg, hangsúlyozom még egyszer, azt a legjobb megoldást, ami a gyerekek számára leginkább jó, ahelyett, hogy egymásra mutogatnánk. Ügyet onnan ismerem, hogy először egy emberrel tárgyaltam erről, képviselő úrral, Morin képviselő úrral, akivel úgy nagy vonalakban beszéltünk arról, hogy milyen problémák vannak, milyen megoldást lehetne találni. Majd helyi önkormányzati képviselő közvetítésével másodikán megkeresett az intézmény vezetője, aki elmondta a gondjait, és az, hogy hát első csak az a probléma, hogy két osztályt kellene máshol elhelyezni. Erre azt javaslatot tudtam tenni, hogy a régi művelődési központ területén
tudunk adni helyet ahhoz, hogy ez a két osztály ott működhessen, de a végső megoldás csak az lenne, hogy ezt az épületet fel kell újítani. Ideiglenes megoldás az több is kínálkozik, ami gyakorlatilag egyik napról a másikra megoldható, de ez a gyerekeknek, a tanulócsoportoknak a szétszedését jelenteni, tehát az azt jelenteni, hogy nem egy épületben folyna az oktatás. Ha ez elkerülhetetlen, akkor ezt meg kell lépni, mert ahogy mondtad is, itt a rossz idő, és olyan helyet kell találni, ahol a gyerekek biztonságosan elhelyezhetők. Keressük a megoldást, többféle dolog is van. Én rövidesen találkozni fogok a szülők képviselőivel, illetve az intézmény vezetésével, és nagyon bízom abban, hogy jó megoldást fogunk találni. Az intézményben tanuló és dolgozók száma, ami körülbelül 100 főt jelent, nem teszi indokoltá, hogy valamelyik vidéki bezárt iskolába költözzön át az intézmény. A pedagógusok és a szülők is azt szeretnék, hogy Marcaliban maradjanak a gyerekek. 9-én volt nálam a Klik gazdasági vezetője, akinek szintén elmondtam azt, hogy Marcali Város Önkormányzata, ez hivatalos álláspontunk, azt szeretné, hogy az intézmény itt maradjon, mindaz a kóbor plecska, ami felmerült, hogy ide-oda költöztessék a környéken, vagy még messzebb. Ezeket nem tudjuk támogatni, nem csak azért, mert ezek a gyerekek részben marcaliak, hanem azért is, mert a pedagógusok döntő többsége Marcaliban lakik. Tehát mindenképp itt kellene megoldást találni. Neki is elmondtam, hogy tudunk adni helyet ahhoz, hogy egy-két osztály elhelyezése az biztosított legyen. Ezen a megbeszélésen elhangzott az, hogy itt több 100 millió forintos felújításról van szó, amire ott helyben azt mondtam, hogy ez szerintem érthetetlen, biztos, hogy nem ekkora az összeg, de ott nem álltak rendelkezésemre azok a dokumentumok, amelyeket korábban, hogy említettem, még a kaposvári klikkada ideje alatt bekértünk arra, hogy körül mennyiből lehetne ezt felújítani. Majd következő nap felkerestek szülők az iskolából, akik szintén azt kérték, hogy maradjon itt az intézmény, ők azt szeretnék, ha ez így működhetne tovább. Nekik is megerősítettem, hogy mi ebben tudunk segíteni, de az lenne jó, ha felújítás történne. Ezt követően kollégáim előkeresték ezeket az adatokat, azt műszaki szakértő aktualizálta a mostani árakra, hiszen minden kiszorozható, mert négyzetméterbe adottak voltak. Az ő álláspontjuk szerint 25-30 millió forintból ez a felújítás megoldható lenne. De egyáltalán nem értem, hogy ez miért nem történt meg eddig. Ez egy 10 milliárddal gazdálkodó intézmény, a megyei vagy a Siófoki Klik esetében egy jelentéktelen összeg, főleg, ha tudjuk, hogy mekkora összegeket fordítanak máshol felújításra. Tehát én úgy gondolom, hogy a szándék ellen elsősorban az önkormányzat ebbe biztos, hogy partner lesz. Továbbra is azt szeretnénk, ha az intézmény maradna, működőképes lenne, és ez a 25-30 millió forintos felújítás elkészülne, ami lehetővé tenne a gyermekek további tanulását. Persze lehet azt mondani, hogy ennél nagyobb felújításra lenne szükség, mindig többre és többre lenne szükség, lehet újítani 100 millió forintból is, ami lehet egy hosszú távú cél, de ahhoz, hogy az intézmény működőképes legyen, ahhoz ez bőségesen elég lenne. Még annyit tennék hozzá, hogy felmerül, hogy az önkormányzat mivel támogatta az intézményt. Több, mint kigyűjtettem, több, mint 10 millió forintot költöttünk olyan dolgokra, amelyek vagy a Somogy megyei önkormányzat rossz szerződése miatt kellett megfizetnünk, vagy azért, mert olyan rossz állapotok voltak, hogy például a nyugati homlokzatot fel kellett újítani, mert folyamatosan bedőlt a szomszéd udvarra. Tehát én úgy gondolom, hogy aki bennünket megkeres, annak mindenkinek segítünk, aki nem keres meg, hanem üzenget mindenféle fórumokon, azzal nehezebben tudunk szót érteni. A kialakult helyzetben gyors megoldást kell keresni a tanulók oktatásának helyszínének megtalálására. Persze a tűzoltást követően a végleges megoldást is ki kell találni. A számítások szerint a tetőtér javítását mintegy 30 millió forintból lehetne megoldani. A Klikkel is felvettük a kapcsolatot, ígéretet kaptunk arra, hogy visszajeleznek a televíziónak a megoldással kapcsolatban.